A Hungaroszpán hajdúszoboszlói gyógyfürdő is csatlakozott az augusztus 12-i fürdőkészszakája akcióhoz. A Megasztár győztese Radics Gigi énekelt a fürdőzőknek. A strandok éjszakáját a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezte a hazai fürdők körében. Az esemény a Perszeida meteorraj vonulásához kapcsolódik. Tiszta idő esetén és kevésbé fényszennyezett helyen a nagy csillaghullást így a medencékből szemlélhetik a vendégek. Az esemény országosan évről évre mintegy 50 ezer embert vonz. A harmadik alkalommal meghirdett strandok éjszakájához ez évben közel 40 fürdő csatlakozott, hosszabbított nyitvatartással és programokkal. A Hungaroszpán a strandon fürdőz, hullámverést, szabadtéri koncertet kínált volna. A felhők és a kellemetlen időjárás miatt azonban az akvapalaszba tevődött át a helyszín. Az éjszakai fürdőzést választó gigi rajongók nagyon várták a vasárnap este 10 órai koncertet. Radics Gigi mindenkit felvillanyozott a trópusi medence partján, sugárzó, vidám személyiségével, és itt a vízipalotában is bebizonyította, hogy énekesi tehetsége párját ritkítja. A koncert után a késői óra ellenére szívesen válaszolt televíziunk kérdéseire. Megfigyeltelek itt a koncert után, és dúdoltad a dalt, ami ment a hangszóróban, hogy te mindig énekelsz? Hát én tényleg mindig énekelek, hát egészen kiskorom óta már. Hát én 6 éves korom óta énekelek egyébként, és hát én azóta folyamatosan nem tudom abba hagyni. Akármilyen fürdők, vagy megyek a mosdóba, vagy akárhova, mindenhol énekelek, szóval ez az életem. Szerintem fantasztikus voltál így élőben is a televízió után a közönség számára és számunkra is, de te hogy érezted itt magad az Aquapalaszban, milyen az akusztika szerinted? Az akusztika nagyon visszhangos egyébként. Vannak esetek, amikor jó, de most itt azért picit ezekhez a dalokhoz nem annyira illet. De egyébként meg nagyon-nagyon jó volt, élveztem énekelni ennek a közönségnek, hiszen még nem voltam olyan helyen, ahol fürdőztek, és hát és úgy kellett énekelnem, de egyébként tök jó volt. Igen, ezt akartam éppen kérdezni, úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sok helyen koncertezel, amióta megnyerted a versenyt. Milyen helyeken jártál eddig? Igen, hát hála Istennek nagyon-nagyon sok helyen jártam már. Voltak kisebbek, nagyobb koncertek, és hát ugye volt a Karamell turné, ahol a Megasztárosokkal felléptünk a Karamell előtt, és hát azok is nagyon-nagyon jól sikerültek egyébként. De hát ugye voltam Montreux-ben, a Jazz Fesztiválon, Svájcban, és hát tényleg ilyen vegyes, szóval mindenhol hála Istennek úgy veszem észre, hogy azért az emberek nagy részt kedvelnek, és hát ennek nagyon-nagyon örülök, hiszen hogyha ők nem lennének, akkor kinek tudnék énekelni. Montreux-ben volt az első külföldi nagy debütációd? Így van, hát Montreux-ben, mármint akkor voltam először külföldön, és hát számomra már ez csodálatos volt, hogy én kijutottam Svájcban, de az külön nagy dolog volt szerintem, akárkinek nagy dolog lett volna, hogyha Michael Jacksonnak a producere hívja meg, úgyhogy Én teljesen most ilyen álomvilágban élek, úgyhogy remélem, hogy nem ébredek fel soha belőle, mert ezt imádom csinálni. Tehát azt mondta Quincy Jones, hogy tehát a világ legjobb hangjai közé sorol be téged. Ez önbizalmat ad számodra? Hát igazából, hogy mondjam, ez jó kérdés. Én az az ember vagyok egyébként, aki nem szereti azokat az embereket, akik túl nagyon bizalommal rendelkeznek, és már elszálltak maguktól, de szerintem akárkinek mondaná ezt a Quincy Jones, beleönteni a lelket, hogy egy kis önbizalommal teljen meg. Hát van egyébként, volt is mindig önbizalmam, de nem, remélem, hogy nem fogok elszállni, arra próbálok ezt pontosítani, meg hát mindig kikérem apukám véleményét, meg ugye a szüleimét nyilván, hogy apa, elszálltam már, és akkor mondja, hogy még nem, majd rád szólok, hogyha el fogsz szállni, de próbálok magam figyelni. Készül az új lemezed, úgy tudom, milyen érzés a stúdióban dolgozni, és esetleg elárulsz-e valami kulisszatitkot? Így van. Hát ugye most készülünk ezzel az első lemezre, és hát most a dalokon nagyon-nagyon dolgozunk,
és az első dalt azt a Leona Lewisnek a dalszerzője Pascal Guyon írta, és az lesz, hogy kimegyünk Los Angelesbe felvenni az első videóklipet hozzá hamarosan, és hát olyan szeptember vége körül megjelenik az első dal, és hát novemberre várható a nagy lemez. Hány dal fog szerepelni rajta? Hát körülbelül 12 dal lesz rajta a lemezen. 15 éves vagy, még tulajdonképpen mikor lesz a születésnapod, elárulod nekünk? Igen, hát augusztus 17-én lesz, és hát 16 éves leszek, ez az jövő hét. Úgyhogy igen, hát öregszem. Akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk neked, és még annyit kérdeznék meg, hogy 15 évesen az ember miket tervez, hiszen olyan fiatal vagy mégis ilyen szintre jutottál. Mi az álmod, amit szeretnél, ha beteljesedne az életedben? Igen, hát nekem minden az énekléssel kapcsolatos álom. Ezt nagyon-nagyon sokan kérdezték már, és mindig csak ezt tudom rá válaszolni, hogy nekem az a legnagyobb álmom, hogy majd egyszer Beyoncé-val léphessek egy színpadra. És hát jó, ez nagy álom, de tényleg a Megasztárról is csak álmodtam, és hála Istennek beteljesült, úgyhogy most már merek nagyokat álmodni. Hajdúszoboszlói koncertjén Barclay Crazy-ével indított az énekesnő, de nem csak külföldi világszámokat adott elő, magyarul is énekelt. Oh.